Nos, hát ugye az első feladat, azt láttuk a tanulmányon, tehát itt én csak egy ellenőrzést mutatok. Szerintem magyarázatra nincs szükség, ha mégis, akkor nézd meg az előző videót. Ugye hát itt szintén, itt mondjuk, hát az előző videóban hibáztam, de hát itt talán nem fogok. Tehát elvileg így. Hát ez a helyes válasz. Nos, hát ugye szerintem ez volt az egyik legnehezebb feladat, ugye számítsuk ki a meredekséget, ha az irányszög mínusz 45, illetve mínusz 60 fok. Hát ugye itt a mínusz 45 fok az mínusz 1, vagyis hát ezt fel lehet írni mínusz 1 egy formában, tehát akkor itt lehet felírni egy olyat, hogy 1 mínusz 1 az irányvektor, a normál vektor pedig 1, 1. Ugye a mínusz 60-nál, ugye tangens mínusz 60 az mínusz négyzetgyök 3-at fog jelenteni, vagyis akkor ez 1 per mínusz négyzetgyök 3, vagy éppenség 1 gyök 3 per 1-et fog jelenteni, tehát itt így lehetett dolgozni. Hát megnézzük, hogy két egyenes párhuzamosságának és merüllegességének milyen feltételei lesznek. Na hát akkor nézzük gyorsan. Ugye hát az egyenes egyenlete az egy két ismeretlenes elsőfokú egyenlet lesz, ami hát egy ilyen alakban írható föl, hogy AX meg BY meg C egyenlő nulla, ami hát azt jelenti, hogy mindkét ismeretlen az egy elsőfokú egyenlet. Tehát ha mindkét ismeretlen elsőfokú egyenletet határoz meg, tehát elsőfokú, akkor egyenlet egyenest fog meghatározni. Tehát ez annyit jelent, hogy hát az ABC együtthatókat, azokat megnézhetjük, ugyanúgy, mint hogyha másodfokúról lenne szó. Hát nézzük is, hogy ez mit jelent. Tehát akkor, hogyha az A az nulla, akkor a BY meg C az egyenlő lesz ugye nullával. Vagyis hát a BY az egyenlő mínusz C-vel, tehát Y az mínusz C per B, vagyis ez azt jelenti, hogy ez egy X-tengelyel párhuzamos egyenest eredményez. Hát mi történik, ha a B nulla? Hát ő hasonló elvvel levezethető, akkor pedig egy y-tengelye párhuzamos egyenest kapunk. Na jó, és mi van akkor, hogyha a C az nulla? Hát akkor egy olyan egyenest kapok, ami tulajdonképpen áthalad az origón, tehát ez nem sokban fog befolyásolni, csak annyi, hogy nem megy át az origón. Vagyis hát, hogy átmegy az origón, tehát egy ugyanolyan normál egyenes, mint amit megszoktunk. Hát, hogyha egyik sem nulla, akkor tulajdonképpen az egyenes az nem fog áthaladni az origón, és mindkét tengelyt metszeni fogja, hát valahol az majd éppen a feladatból kiderül. Tehát ugye ezeket az információkat érdemes észben tartani. Hát nézzük a következőt, hogy két egyenesnek milyen helyzetei lehetnek. Hát ugye lehetnek párhuzamosak, tehát itt van az E egyenesünk, és itt van az F akkor, hát ez azt jelenti, hogy az irányvektora az nyilván F-nek is egy irányvektora lesz. Vagyis hát ez azt fogja jelenteni, hogy hát tulajdonképpen a megfelelő koordinátáknak az aránya az egyenlő lesz, tehát bárhogy számolom, ez működőképes lesz. Igen, nem, de akkor ugyanaz az alfa szög fogja bezárni mindkettővel, tehát az iránytangenst is már elég gyorsan meg fogja határozni, illetve hát a normál vektorokra is teljesülni fog ugyanúgy minden, tehát ami az E-nek normál vektor, az az F-nek is normál vektora lesz, tehát ez így viszonylag gyorsan számolható. Ugye, és akkor az iránytangensről meg már beszéltünk, tehát hogy itt képetekkel le lehetett számolni, tehát hogy így igazolhatjuk. Nos, ugye hát az igazsághoz hozzátartozik, hogyha egyiknek sincsen iránytangense, vagy mindegyiknek van, ha az irányvektoraik merőlegesek, akkor a két egyenes merőleges lesz egymásra, tehát a skaláris szorzatuk az biztosan nulla lesz. Na most hát rendben van, de hát mi történik akkor? Hát nézzük is meg. Tehát, hogyha ez E és ez F az merőleges egymásra, akkor az egyiknek az irányvektora, az a másiknak is egy irányvektora lesz, tehát F-nek is lesz ez egy normál vektora, a VE. Hát ugye hát ezt írtuk le ide, hogy hát a skaláris szorzatuk az nulla. Na most a két merőleges egyenes normál vektor is merőleges lesz egymással, mert hogy a skaláris szorzatuk az nulla lesz, tehát hogyha a V1 az, tehát a VE az V1, V2, akkor a meredeksége, tehát ugye ez az iránytangens, ez felírható az E-nek az iránytangens, az V2 per V1, vagyis hát az NF-nek az a VE az egy, hát egyenlők lesznek. Vagyis hát kiszámolható, hogy a akkor ebben az esetben, hogyha a két meredekséget összeszorzom, akkor ez bizony mínusz egyet fog eredményképpen adni. Hát a házi feladatunk az pedig elmélet lesz,
mert hogy felelünk a következő óra elején, nem feltétlen mindenki, de hát jó esély van rá arra is, hogy akár mindenki. Hát rendmentás feladat lesz valószínűleg. Hát akkor további szép napot. Ha a kérdés van, nyugodtan.